Tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévők, ígérem, hogy mindent megteszek, hogy a csúszáson hozzunk. Egyébként is egy kétnapos konferencia, ha jól sejtem, nagyjából utolsó előadójaként elég szűk a mezsgye. Még lesz egy kerekasztal beszélgetni. Hát, de azért az érdeklődést fenntartani megpróbáljuk. Minden esetre örömmel vettem, hogy otthon a gyermekeknek a lekötése és szabályozása minden családban problémát okoz, vagy legalábbis nehézségeket. Ezzel nem csak egyedül van így az ember. Az internet hatása a gyerekekre és a fiatalokra, amikor a meghívást megkaptam, az az igazság, hogy én a szociális ügyekért felelek, és első hallásra az internetnek a innovatív és nyitott világa egy kicsit talán szemben áll a szociális intézményrendszernek a robosztus, kicsit zárt és kicsit a régi világával. De mégiscsak volt egy pár indokom, hogy szívesen vegyem elsőre, és itt is legyek. Az első az volt, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő általában olyan konferenciákat és olyan témákat szervez, aminek van magántúlmutató értelme, és hosszú távon tényleg a közérdeklődésre számot tart. A másik, hogy azért ezen a területen van egy speciális szeret, ezt gyerekvédelemnek hívják, ami azt gondolom, hogy egy jó látlelete, vagy egy jó rögzítési pontja annak, amit internetnek, közösségi médiának mi ismerünk és használunk. A magán motivációm pedig annyi, hogy egyébként informatikus végzettségű vagyok, ezért megvan az érdeklődésem. Negyedrészt pedig három gyerekes családapaként szerintem mindenki, aki a teremben ül, családanya vagy családapa, az ha akarja, se tudja kivonni magát ez alól, ezért muszáj, hogy legyen ilyen típusú érdeklődése. Itt az előadásokat, ahogy hallgattam előttem, egy közös volt benne, hogy bár a cím az volt, hogy internet, de mindegyik előadásban a közösségi média került előbb-utóbb, vagy a harmadik, negyedik szlájdon szóba. Nagyjából ez már szerintem egy bizonyos generációban a kettő már egy és ugyanaz. És nem lehet a közösségi médiát azt nagyon elválasztani attól a szótól, hogy internet. Pedig amikor arról beszélünk, hogy internet, akkor úgy tudnám egyszerűen fogalmazni, hogy az egyszerre nekünk egy tükör is, meg egy üveggömb is. Azért tükör, mert az interneten sincs más, mint a mostani társadalomnak a lenyomata. Minden nehézségével, minden szépségével, minden lehetőségével, minden szorításával, a minden pozitív és negatív tulajdonságával, de akkor is arról szól, amik mi vagyunk, arról a társadalomról, amelyik egyébként fejleszti, építi azt, amit úgy hívunk, hogy internet, vagy ott hívunk, hogy közösségi média. A másik oldalon viszont azért mondom azt, hogy hívhatjuk üveggömbnek is, mert mégiscsak azok a kifejlesztett algoritmusok, az, amit mesterséges intelligenciának hívunk, kicsit túl tud mutatni azon, amit emberi aggyal el tudunk képzelni, azon, amit eddig el tudtunk képzelni, és egy kicsit más perspektívát is tud elénk tárni. Nyilván volt ilyen már a történelem során, a tévé is sokszor azt gondoltuk, hogy szét fogja robbantani a családokat. Sokan vannak, akik ma azt gondolják, hogy egyébként a családok is egyfajta ódivatú vagy avit kifejezés, és nem feltétlenül szükséges. Szóval egy biztos, az internet is pont annyi nyomot tud mindenkiben hagyni, a közösségi média is pont annyi nyomot tud mindenkiben hagyni, amennyire az ő erős önképe és önérzete hagyja, hogy nyomot hagyjon benne. Ezt pár számot hadd mondjak, elnézést, ez eddig szóba került, de azt gondolom, hogy innen fontos megérteni. Szóba került, hogy a Covid mit jelent. Az elmúlt egy-két hónapban, amikor a vírusjárvány kitört, csak a Facebooknak több mint 77 millió új használója van. Közel 8 magyarországi új regisztrált használója van a Facebooknak. Ezzel az egész világon összesen 1,7 milliárd ember van, aki egyébként használja rendszeresen naponta, és 2,6 milliárd ember, aki havonta legalább egyszer fellép erre a közösségi platformra. Tehát van egy olyan közösségi gyűjtőhely, amit úgy hívunk, hogy Facebook, amit 2,6 milliárd ember használ legalább egyszer egy hónapban a világon. És ha hozzárakjuk az összes több olyan platformot, ami oda tartozik, az Instagrammal, a WhatsApp-pal és a Messengerrel, akkor ez több mint 3 milliárd ember. Nincs még egy ilyen lehetőségünk, hogy egy ilyen közösséget teremtsünk. És van ebben, ezért volt ez az előadás címe, van ebben egy új keletű, vagy a legújabb fejlesztés, azt gondolom, hogy a leg,
ívesebb pályát eddig befutott, amit úgy hívnak, hogy TikTok. És ugye a TikTokról azért szoktunk sokat beszélni, mert összesen 3 éves applikációról beszélünk, 3 éve jelent meg először, és 3 év alatt 2 milliárd felhasználó, 2 millió letöltést tud magáinak mondani ez a közösségi média, és a 2 milliárd letöltőből majdnem 1 milliárdan ezt használják is. Jellemzően fiatalok, ezek 18 év alatti fiatalokról beszélünk. Olyan fiatalokról, ahol Magyarországon a 18 év alatti TikTok használóknak a többsége többet használja ezt az applikációt ma már, mint amennyien nézik a főműsoridőben, a tévékben azokat a showműsorokat, amik a leginkább nézettek. Tehát ennek a generációnak ez az applikáció, ez a közösségi összehozási forma, ez ma már többet jelent, mint a tévéknek a legnézettebb műsora. Ezt lehet nem észrevenni, vagy ezt lehet azt mondani, hogy ezen majd túl leszünk, de ettől még ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a fiataloknak ez alakítja az életét. És hogy milyenben a lényeg, csak egy mondatban, ugye ez egy olyan alkalmazás, ahol ilyen nagyon rövid 10-15 másodperces videót tölthet fel mindenki magáról. És a legfontosabb azt gondolom, hogy ebben sokszor ügyetlenkedő vagy feltűnésre, közösségi hovatartozásra vágyó fiatalok vannak, akik egyébként megpróbálnak valamilyen kihívásnak megfelelni a világ egyik részén, a világ másik részéig. De egy mindig közös bennük, hogy ezt a kihívást is azért teszik, mert így megpróbálnak azonosulni a világ másik félévén lévő fiatallal. Azt kell nekik, hogy legyen egy közösségi összetartó erő, és ebben nem elég nekik az, hogy azt nézzék, hogy a tévében ki az a híres ember, akit egyébként a szülei vagy a nagyszülei már nagyon sokszor megnéztek. És ez az a pont, ahol azt gondolom, hogy a legerősebb összeköttetés van azzal a területtel, amiért én felelek. Mert a gyerekvédelem, ami Magyarországon úgy néz ki, hogy 23 ezer gyermekünk van, aki nem a saját családjában nevelkedik, hanem onnan kiemelve, vagy intézményben, vagy nevelőszülőknél nevelkedik, mindig egyetlen egy legfontosabb pontja van. Az pedig az, hogy ezeknek a gyermekeknek a fogódzót és a kapaszkodót kell megadni. Ezeknek a gyermekeknek egy dolog hiányzik, szakította el az életből, az, hogy megadja a valahova a tartozás élményét. Lehet, hogy a gyermeknek 1, 2 vagy 3 éves korában lehet, hogy soha nem is volt meg a valahová tartozás élménye, de ők mindig azt keresik. Ezért aki a gyermekvédelemben dolgozik, függetlenül attól, hogy rengeteg szakmai konferencia, fórum van, lehet ott vitatkozni arról, hogy egy intézményi ellátás jobb, mi meg vagyunk győződve, hogy nem, hanem az a jó, ha családnál van egy gyermek, még akkor is, hanem az eredeti vér szerinti családjánál, őket hívjuk nevelőszülőknek. De a lényeg az, hogy az egész gyermekvédelmet egyetlen egy dolgot kell tudni megadni ennek a gyermeknek, hogy megadja azt, hogy ő valahová tartozik, egy közösséghez, egy családhoz, hogy mindig van valami kapaszkodó az életében. Ezért gondolom azt, hogy amikor arról beszélünk, hogy közösségi média, akkor a közösségi médiának a felelőssége, az talán legjobban, legsúlyosabban azokon a gyermekekkel mérhető, akiknek a családi helyzete sem adta meg azt a kötődést, ami egy közösségi média használata előtt neki önazonosságban, önképben egy stabil hátteret biztosítana. Amikor valaki egy lájkot benyom, annak a pszichológiája a világ legegyszerűbb dolga. Ugyanaz mondjuk az iskolában megtörténő osztályozás, vagy a sportversenyeken megtörténő díjazás, amikor a Fradi bejut a bajnokok ligájába, és utána mindenki egy országként körül örül neki, az azért van, mert mindenki a együvé tartozásnak és a megerősítő vágynak a megerősítését megkapja. A like az annyit jelent, hogy megerősítünk valakit. Amikor a gyermekvédelemre ráeresztünk, a gyermekvédelemben lévő gyermekekre, egy ilyen közösségi médiát, akkor náluk lehet a legjobban megnézni azt, hogy egyébként, ha nem stabil háttérrel történik mindez, akkor ezt felelősen vagy nem felelősen tesszük-e meg. A legfontosabb, csak hogy behozzam itt az időt, az azt gondolom ebben a témában az értelmes diskurzus. Azért is örülök, hogy van ez a konferencia és minden hasonló konferenciának, mert sokszor az ilyenek ilyen világvége hangulattal szoktak zárulni, hogy a informatikai miatt megszűnik az emberiség, és minden kapcsolatunk megszűnik.
pont ugyanúgy értelmetlen ez a dolog, mint hogy mindenféle korlát nélkül engedjük az informatikának a terjedését. Tehát a legfontosabb, azt gondolom, hogy ezek között kell valahogy az arany középutat megtalálni. Lehet, hogy elhangzott, de mindenkinek szívesen ajánlom, ha van másfél óra szabad ideje, hogy az elmúlt napokban vagy hetekben jelent meg a Társadalmi Dilemma című film. Érdemes megnézni. Itt az előbb elhangzott, hogy nem biztos, hogy hiteles az, ha egyébként az iparágban dolgozó vezető a saját gyerekének nem engedi meg, de ő rászabadította a világba. Ebben a filmben olyan emberek beszélnek és nyilatkoznak, akik top vezetők az informatikában, és ők mondják el, hogy az, amit ők kitaláltak, és ahogy kitalálták, az miért nem feltétlenül ugyanaz, mint ahogy ma használják az emberek. Ebből egy idézetet hadd mondjak, amit egy informatikai vezető mond el, aki, ha jól emlékszem, talán az Instagramnak volt az egyik vezetője, vagy a Twitternél, de ez most ebből a szempontból lényegtelen. Tehát az idézet a következő: nem arról van szó, hogy a technológia jelenti a veszélyt, hanem arról a technológiai képességről, hogy a legrosszabbat hozza ki belőlünk, és ez a rossz jelenti a fenyegetést. Azt gondolom, hogy egyik oldalról nyilvánvalóan mondhatjuk azt, hogy a közösségi média azzal, hogy összehoz barátokat, összehoz ismerősöket, összeköt emberi életeket, azzal egy csoda. Önmagában olyan dolgokat tud művelni. Most ha a gyerekvédelemtől még azért egy eltérő példát, ha mondjak, a fogyatékosságügy. Fogyatékosságügyben az informatika olyan fejlesztési lehetőségeket biztosít, ami elképzelhetetlen lett volna évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt. Nem véletlen, hogy mi is a kormány részéről is olyan fejlesztéseket támogatunk, mozgássérült, autista, értelmi fogyatékos, siket, vakok részére, ami az ő életüket alapvetően megváltoztatja. Semmi esélyünk nem lenne erre az informatika nélkül. Mondhatnám a nevelőszülői rendszert és a befogadlak kampányt, ahol rengeteg gyermeket tudtunk elérni, és rengeteg nevelőszülőt találtunk. Ezek mind-mind csodálatos és jó dolgok. Nyilvánvalóan a másik részén viszont van egy olyan önszabályozói képesség vagy felelősség, aminek meg kell felelni. Úgyhogy én zárásként annyit tudnék mondani, hogy azt gondolom, hogy a jövő az egyetlen dolgon múlik, és ebből a szempontból a kapcsolataink is ezen múlik, hogy az észszerű önkorlátozást ezen a területen is meg tudják-e tenni. Piaci szereplők, kormányok, civil szervezetek, ha egy ilyen konferencia ehhez hozzá tud járulni, akkor már megérte. Köszönöm szépen!